A felnőtt világbajnokság kudarca miatt felerősödtek az Ökölvívó Szövetség elnökét ért kritikák, Csötönyi Sándor azonban jobb utánpótlást ígér, és hát ime a profiként világbajnok ifjú Balzsai Károly edzőként a serdülő ebén egy ezüstöt és öt bronzérmet hozott fiaival dermesztő hazai orosz fölény közepette. Hát most értékelünk a trénerrel, ő a vendégünk. Szia Kacsi, jó reggelt! Jó reggelt, nem? szia! Hát ugye az oroszországi anapában volt az EB 18-ból 17 arany hazai versenyzőköz került, tehát erre a helyzetre, ezekre a finálékra nyugodtan mondhatjuk, hogy annyian voltak, mint az oroszok. Itt az, itt az aranyérem az lehetetlen küldetés volt ebbe a közegbe? Nem, egy orosz kikapott, egy meg nem ütött be, azt hiszem, és egy meg nem is lett érmes, tehát azt ha jól számolom, 15 aranyérem lett, és egy ezüstérmük lett, és egy bronzérmük az oroszoknak. Nem, mert egy grúz srác meg tudta verni a döntőbe az oroszokat, de, de ahhoz nagyon le kell győzni nyilván a hazai versenyzőt, hogy egy hazai rendezésű ebben a döntőbe valaki győzön ellenük de nem csak emiatt voltak azért annyira jók, ők egy picit azért domináltak és kiemelkedtek a mezőnyből. Nyilván hajtotta őket az is, hogy otthon vannak, bizonyítaniuk kell, meg alapjában véve borzasztó jó képzést kapnak, és nagyon jó kövívók már ebbe a korban. Mindjárt majd beszélünk erről a képzésről. Ugye ezüstérmesünk Rász Christopher számára is természetesen egy orosz, ugye a hosszúkezű Szergei Kiújev jutott a döntőben. Ez egy egyértelmű meccs volt? Nem, részemről annyira nem. Az első menetet a, a, az orosz nyerte, ott a Krisztófér meg egy picit nem érezte annyira a, a távolságot, illetve ő sem volt annyira határozott az első menetben, de utána nagyon szépen lehetett irányítani a szünet, utána nagyon szépen váltott, és több tiszta és hangsúlyosabb ütés, ütéssel találtam a második, illetve a harmadik menetben. Most lehet, hogy ez én elfogultságom, de, de igyekszem azért mindig objektíven is tisztán nézni, de, de lehet, hogy azt a kettő menetet még nyerte is nyilván nem lehetett kihozni, mert azért éreztük, hogy sokkal vastagabban kell nyerni azért hazai pályán egy orosz ellen. Jó, hogy semlegesen ez lehet, hogy meg lett volna Lehet, hogy meg lett volna, de, de szó sincs arról, hogy ezt elcsalták volna a meccset. Nagyon szoros, nagyon billegős meccs volt. Voltak olyan periódusok, amikor a Christopher dominált volt, amikor az orosz ellenfele, úgyhogy nagyon klasszul a hely, tehát én nagyon büszke hát, voltam, és a e... hogy ő lényegében első éves, tehát ő őre is megsérdőle, uh -huh. tehát 13 évesen ilyen bátran odállni, és ilyen jó éredvúnyot bemutatni egy ebédöntőbe, döntőbe, én nagyon büszke voltam rá, és gratulálok neki még egyszer. E, egyébként neki ez csalódás volt, mert ő kiakadt, mert utólag is úgy vélte ő is, hogy ezt a meccset akár meg is nyerhette volna. Nyilván szomorú volt és csalódott volt, hogy elveszítette egy meccset, de szerintem egy pár nap után benne, és borzasztó büszke lesz magára, hogy egy ilyen rendezésű, ilyen sűrű mezőnybe Oroszországba egy ezüstérmet el tudott hozni, és szerintem ez egy óriási előny, erő, erőt kell, hogy adjon neki, és, és, ez egy nagy fegyvertény. Csak abba gondolok bele, hogy neked edzőként már ilyen fiatal srácoknak is meg kell azt tanítani, hogy ugye sport, és akkor győzön a jobbik, de azért vannak szubjektív része is a történetnek. Tehát, hogy, hogy itt a lelkesedés, meg azt látja a Sász, hogy jó vagyok, vagy tudom én, de meg kell tanulni, hogy hát jó, de most tudod, hol vagyunk, és akkor ő most otthon van, és azért ez nem csak ez fog számítani. Nyilván az elején ilyeneket én nem mondok nekik, be kell menni, bátor, határozott. Világos, csak azt mondom, hogy azért. Százal... És utána, hát sajnos ezt hozzá kell szokniuk. Uh -huh. Azért itthon is volt, meg láttak már olyan eredményeket és olyan pontozásokat, hogy mindenki egy kicsit így félre a fejét, mert picit véleményes uh -huh. volt. Valamikor hibáznak a bírók, természetesen valamikor egy kicsit azért segítenek, úgymond az egyik oldalnak, de, de sajnos ez egy ilyen pontozásos sportág, úgyhogy ez nem csak nálunk ökölívóknál, ez azért hasonló, Igen, a sorol, illetve pontozásos sportágnál előfordul, és benne van. A többi érmesünk, a bronz kikben volt több? Ugye ők mind Krisztófer előtt jöttek föl, ami azért egy, azért egy kicsit Krisztófernek is nyomasztó lehetett, sok-sok elveszített elődöntő, igen, hát hogyha végigmegyünk ki az alsó súlycsoporttól kezdjük a Pacók Patrik, ő nagyon magabiztosan és nagyon vidáman azt is kértük tőle, a klubedzője kint volt a Egerből a Dorkó Peti, hogy, hogy ugyanolyan vidám bunyót mutasson, mint előtte azt a két meccset nyerte. Azzal nem volt baj, csak ütés nem volt sajnos, az ír ellenfele meg annyira hihetetlenül magabiztos és nyugodt volt, és látszott, hogy ő irányít és ő dominál, az egy egyértelmű meccs volt. Jött egy másik egy a ő, ő, egy Dán ellenfélel boxolt. Utolsó másod persze bedőlt el, igaz? A 20, utolsó 15-20 as mm. Egyet menetet ő nyert, a második ott, ott, simán mi nyertük, a harmadik menet ilyen ide-oda volt, és akkor volt egy ilyen bírói intézkedés, és a, a, Dán srác maradt lendületbe, és akkor lényegében azzal el is vitte, elismerte az edzője is, hogy, hogy azt, azt azzal a momentummal, azzal a néhány ütéssel azt a menetet és a Dán srác nyert, és akkor kikaptunk. Karsi, bocsáss meg, hogy közben csak hogy rohan az idő, és erre a magyar Jó. iskola dologra rá akarok kérdezni, mert ugye mondtad, oroszok, orosz bunyó, van egy tradíció, tudják, hogy mit akarnak, felismerhetőek. Hogy állunk mi ezzel? Főként ebben a mostani vitás légkörben, mi van a mi edzőinkkel, mi van a mi utánpótlásképzésünkkel, az edzőképzésünkkel. Ez a, van ilyen, hogy magyar bunyós iskola? Kellene, hogy le, kellene lennie ilyennek? Hogy tartunk úgy, ezzel? Én úgy érzem, hogy van, egy picit kell alakítanunk rajta. Milyen irányba? Ö, fizikumba. Uh -huh illetve a, a hozzáállás felfogásba, de én úgy érzem, hogy ezeknél a pici gyerekeknél ezzel még nincsen baj. Később valahogy ez elsiklik, hogy most ez az egyszögkön múlik, vagy a gyerekeknek a hozzáállásán, vagy a, vagy a, a, a szövetségi menedzselésen, ez igazán próbálunk mi is alakítani és próbáljuk ezt keresni. Magyar, a, az ökölhívó iskola alapja az, az tök jó. Látszik a srácokon, ugye hát egész évben a klubúba készültek, hát nem miattam lettek most érvesek, legfőképpen és, és nem miattam bokszoltak ilyen jók, én csak egy motivációt, egy jó irányt és felpörgettem őket, én ezt tudtam hozzátenni mm -hmm. ebben az évben. Tehát a magyar ökológiai iskola az jó. Ö, ha fizikúba, jellemezni akarjuk, bocsánat, bocsánat sokkal több fizikai munkát kell már Mi a jó benne, ilyen. azt nézzük, tehát hogy... hogy Technikailag nem vagyunk lemaradva. Tehát technikai, technikai kreativitás, csibészség stb. stb. bennünk van. Picit kisütek vagyunk sokszor, bár most ezeket a gyerekeket ebből ki tudtam hozni, és nagyon magabiztosan és határozottan tudtak bemenni, ezt tudtam hozzátenni, uh -huh. és, és ez látszott is, mert olyan rendülettel mentünk be az első néhány nap a ringbe, hogy az egész mezőny és több író is odajött, hogy Úristen, milyen erős kis csapattal jöttünk. Voltak utána ebben hullámvölgyek egy-két kudarc után, de ki lehetett őket rángatni ebből. A felnőtteket egy picit más, nehezebb így motiválni, de, de én hiszem, hogy ezen lehet fordítani, több fizikai képzés kell, futás, erősítés, és olyan szakmai gyakorlatok, ami a fizikumra van, és az már egy plusz önbizalmat ad. Ott képes vagyok, mint a felnőtteknél, háromszor három percet úgy végigboxolni, hogy szinte szünet nélkül, mert most a nemzetközi mezőnyben ez a tendencia, hogy folyamatos ökölvívás van. Azt mondd meg legvégül, ennek a. Tehát akkor vannak teendők, meg van, amiben nem vagyunk rosszak. Neked mi volt a módszered arra, hogy ezt a kis hitűséget ennyi idő alatt próbált kiűzni a srácokból? Én a gyerekektől azt kértem, hogy profik legyenek, és ugye nem azt jelenti, hogy félmeztelenül szaladgálunk a ringbe, hanem tudatosak legyenek, tudják, hogy mit miért csinálnak, legyenek céljaik, legyenek nagy céljaik, és ha bátrak, akkor elhiszik, hogy elérhetik azt a célt, és legyenek, és higgyék el, hogy képesek arra, mert olyan edzésmunkát végeztünk, hogy, hogy elhitettem velük, hogy iszonyú úgymond fizikai munkával ezt meg lehet oldani, mellett a kreativitásuk, illetve a bonyolós tudásuk ezt mellé tettük, és elérhetik a céljukat, és, és a legmagasabb célt tűzzék ki maguk elé, és utána azon végig tudunk menni. Tehát próbáltam az... ezek, ezt beleverni ők, ők, belőjük, hogy egy irányba nézzenek, és határozottan minden áron a győzelem. Tehát, az ért, tehát akkor a kisítőség ellenszere az értelmesen gondolkodó bunyos. Aki higgadtan érdemel, és tudatosan gondolkodik. A tudatos, érdemlés, tudatosan a gondol. tudatos a hmm? igen. Azt akinek tudja, óriási cél, akinek céljai vannak, és a célját minden áron el szeretné érni. Na, akkor a kaland bőségesen elkezdődött, ízlik is neked. Nagyon tetszik, igen, és szerencsém van, hogy, hogy azért az első ilyen felmérőt ilyen sikeresen tudtuk venni, ez nekem is óriási lendületet ad, lesz, lesz még kapitány is. is egyszer, nem? Minden jó edző, aki ezt elkezdő, nyilván az az álma, hogy egyszer ugye a szakma csúcsát képviselje. Van még tanulni való, van még teendő ez ügyben, de hál' Istenek rengeteg segítőm van, és, 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 úgymond tanárom van, úgyhogy lépegetünk szépen előre. Hát jó munkát hozzá. Köszönöm szépen, hogy Nagyon szépen, tanával. köszönöm.